atya! Vigyed már! Hát itt hoztam nektek már megint! Smart! Elektromos! Bátya! Ez Gyula vagyok! A Kira Stúdió által felvett droid. És megmutatom nektek, hogy milyen is ez az elektromos élmény. Ne csak mindig a dízelt lássátok. Ugye az előző részben már láthattunk egy elmeharit, ami majdnem elmeháborodottságot szült bennem, de a végén megszerettem. De nézzétek meg ezt a sportos, vagány, elektromos gyászt. Gyönyörű szép. Tetszik ez is. Jól néz ki egyébként. Mondjuk nekem túl pici lenne, ez nem egy családos embernek való autó. Ez egy ilyen városi cruise machine. Egész jó hatótávokkal rendelkezik. Kis akkumulátor van benne, 17 kW környékén valami. És cserébe 13 kW-ot eszik óránként, ami körülbelül 130 km, 140, 150 km hatótávot tesz lehetővé. Ez mindig attól függ persze, hogy hogyan talpaljuk, mert ha rugod, mint az állat, akkor lemerül az akkumulátor hamar. Tehát ez egy fontos szempont, hogy milyen tempókkal üzemeltetjük a gépet. Egyébként én azt gondoltam régen, hogy a Smart ugye az a Mercedesnek a kislánya. Ez így is volt egy darabig. Aztán, mert ugye Mercedes benzinmotorokat raktak bele a kis háromhengeres turbós motorok, azok mind Mercedesek voltak. De ez már, mivel elektromos, itt már történtek változások. Tehát, hogyha idejövünk így az autó mellé, és ugye elnézzük, ugye változott a formavilág is, zömökebb lett, nem lett a régebbi, egy kicsit olyan áramvonalasabb volt, elnézést, idehányok. Ennek viszont ilyen tompa orra van, és ilyen nagyon elvágott hátulja, és pont két ember fér bele, mert ha megnézzük, akkor ez tényleg for two. Smart for two. Neked meg a csajénak. Menjetek diszkóba. A Colosseum diszkóba, ami itt van fölöttünk, meg alattunk, meg mindenhol. Itt nyomták az emberek a digit. 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, mindenki nyomta. Ott maga tükör, tudtad magadat nézni. Mindenki táncolt. A bátya! Ilyen Hitler sérom lett hirtelen. Na, nézzük csak. Gyönyörű belseje van. Nagyon sok stílus jegye. Renault Clio. Tehát, ha megnézitek, vagy hát a kis Renault, ugye a kis Renault Clio, nem tudom, a Clio-nak volt a kis testvére. Twingo. Twingo, tényleg a Twingo. Na, tehát ez egy ilyen Twingo feeling egyébként. Meg Clio, mert nagyon sok hasonlóság van a két autóban, ugye kis autó mindegyik. A kormányon az előbb összevesztünk, majd írjátok meg kommentben, hogy ez milyen kormány. Szerintem nem Mercedes, a bátya szerint pedig azt mondja, hogy Mercedes. Ezt mondom, írjátok meg kommentben, mert kíváncsiak vagyunk. De ha megnézzük a többi részt egyébként az autóban, itt látható ez az air vent, tehát a szellőző nyílásunk teljesen olyan, mint egy Renault-ban. Az elakadási jelzőkapcsolónk is Renault. A multi interfészünk is Renault, mert ugye az újabb Renault-okban már ilyen van, tehát ebben valószínűleg van hangulatfény, de nem biztos. Látok, csak ez az egy hangulatfény lehet benne? Nem változtatható, de aztán lehet, hogy változtatható egyébként. Mindegy, ebben majd később belemegyünk. A váltókar is. Renault feeling, kapcsoló konzolok is, minden tisztára Renault. Valószínűleg volt valamiféle kooperáció, és van egy charge, meg discharge mutatónk, ami ugye mutatja, hogy regenerált fékállapotnál mennyit tölt vissza, és mennyi áramot veszünk ki. A Twingo-ban az fordulatszámmérő. Igen? Ha. Na, hát lehet funkciókat adni neki, de annyira csörög a telefonom, hogy ezt muszáj vagyok felvenni. Ez tudja, honnan a Vilma? Halló, Vilma! Ez az elektromos érzés, tehát újra kell értelmeznem a vezetést egyébként. Köszönöm. Mind a lovagok, tudod? Ja, mehetünk ugyanúgy jobbra. Arra jobbra. Ja, jobbra, ja.
Ez nagyon durán forduló. Azoknak néz így ki. De ez egy ilyen mix autó. Ez a kis hőmérséket szabályozó, ez nagyon kis aranyos. Felnagyítja neked, hogy melyiken van. Tehát, hogyha vak is vagy, akkor vak, tyúk is talál szenet. Lámpát bekapcsoljuk, és látjátok, gyönyörű szépen felnagyítja neked. Tehát a nagypapa is tudja kezelni, mert ugye látja, hogy hát ez egy 20-as szám. Vagány, tetszik. Ez is Renault. Renault, igen, Renault, azt mondtuk már, hogy ez Renault kezelőegység. Tehát ez egy Renault Mercedes kooperáció, egyébként az ablakkapcsoló is Renault, úgy, ahogy a kilincs is Renault, és az End Zajtókárpit, End az ablak, elektromos ablak kapcsolója is. Viszont a szék az nem. A szék? Nézzük a széket. Mercedes. Hát nem, Renault, ez Renault lesz, bátyám. Ez Renault. Én nézd már meg, ez full Renault, bátya. Ez Renault Smart for Two, ide tudsz rakni kis aktatáskát, hogyha utazol, gyorsan ugye kijössz az irodából, beülsz, bepattintod a kis kézipoggyászodat, és már lehet is lőni a városba, át a másik felhőkarcolóba, és írni a horror számlákat. 3 milliárd. Na nézzük. Hátulja hogy nyílik, nem tudom. Na, egész jó a gép egyébként, tetszik. Tetszik, bátya, ez már kicsit lépősebb egyébként, meg a futómű egy kicsit merevebb, ugye ez inkább a sportról szól, a sportos életérzésről. Rádiót levesszük, mert nem kell rádió. Igen, meg no copyright lesz. Nincs copyright, semmi. Meg sokkal szélcsendesebb. Igen. Tehát azért ez prémium termék. Annak azért más a funkciója, annak a járműnek. Igen, az egy terepautó, ez meg egy kis városi szögdelős. Egyik toronyból a másikba hajtunk, címszó. Plázajáról. Amúgy városi felhasználásra biztos, hogy nagyon jó, mert parkolni vele, itt mondjuk Pesten, sokkal jobb. Hogyne. Hát semmi tengelytáv nincs. Fordulás gyilkos jó. 2 méteres tengelytávja van, vagy még annyi se. Nézzük. Jó, nagyon jó siklik. Csöndes, nagyon csöndes. Lehet, fordulok vele egyet, nézzük meg azt a forduló tesztet. Mondjuk bemegyünk egy parkolóba, megnézzük, hogy a parkolóban hogy viselkedik a Smart for Two. Smart for Two, S. Gyula and Kila bátya a kétszemélyes Smartban. Röpülőgép üzemmódban vagyunk. Nézzük egy kanyarodást, nagyon jó kanyarodás. Ellentétben az Elmeharival, ha megnézitek, az üveg nyílik. Majd nyílik az alja, amit felhúzol, lehúzol, fasza erős, acél sodronyok tartják, úgyhogy rá is tudsz ülni. Itt el tudod fogyasztani a kis uzsonnádat, vagy meg tudsz teríteni a gyereknek, hogyha elmentek szafarira. De hát ugye nem fér be, csak az ülés mögé, úgyhogy maximum fél éves csecsemőt tudtok elvinni vele. Bátya! Itt van a töltő. Töltés. Tényleg, hogy is van ennek a töltése? Ennek a Smart for Two-nak úgy működik a töltése, hogy benzinkúton, vagy hát külső töltőn 40 perc alatt fel tud tölteni körülbelül 80%-ig, vagy egy kicsit alább, és otthon töltve pedig 6 óra alatt hálózati töltővel, amely ez, fel tudod tölteni. Tehát ezt a 17,1 kilovattos akkumulátort könnyed szerrel fel tudod tölteni 6 óra alatt, ami nem is egy nagy idő egyébként, tehát pont ugye 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Tehát 16 óra alatt fel tudod valahol tölteni félúton. Utána meg elmész dolgozni. Úgyhogy ennyi. Mi van hozzá? Azt meg se néztük. Vannak hozzá különböző dolgok. Van hozzá gyors töltő kábel. Ez a gyors töltő kábel. Ez a slow charging port. És oda nézzetek, öntapadós, smartos elsősegélycsomag. És mellé az elakadás jelzőháromszög, de én amúgy még raktam volna beléjük egy ilyen kis mini agregátort, az pont elfért volna, egy ilyen kis pici benzines 50 köbcentis agregátort, amivel fel tudod tölteni, esetleg elfelejted. Ugye ez az egy hátrányuk van ezeknek, de
Egy városi használatra szerintem tökéletes. Stabil kiképzése van mindennek, olyan testes, úgy érzed, hogy nem egy műanyag autót csapsz be, hanem egy minőségi terméket. Azért a Mercedes keze benne volt ugye az autóban, és azért is néz ki így, ahogy, meg azért is vannak ilyen anyagok használva egyébként hozzá. Maradtak hátul a dobféknél, ami nagyon szép állapotban van, ugye, mert kevés kilométer van az autóban, csak 10 000 kilométer szinte, úgyhogy még szinte új bátyja. 21-es modell, 21-es, ugye ezt már mondtam? Talán, ja. Első futómű, ugyanaz a McPherson futómű, ami az Emehariban is, ugye alul egy két ponton rögzített lengőkar van benne, egy lengéscsillapítóval, nagyon egyszerű a kiképzése, a megtervezése, könnyű szervizelni. Tehát nagyon nagy dolgokat ezeken nem kell véghez vinni, ugye? Egyedül, amit már sokat elmondtam nektek, hogy az elektromos autóknál egyedül két dologra kell odafigyelni. A futómű ugye, azt tudja mindenki, hogy ha kopog, valami rossz, meg kell nézni. Viszont a hajtóműolajat és a hűtőközeget, azt időközönként cserélni kell, ugyanúgy ezekben is. Sokan követik el azt a hibát, hogy hagyják futni a hűtőközeget mondjuk 5 évig, 6 évig, és az tönkre teszi magát a belső, külső alkatrészeket, úgyhogy erre azért érdemes odafigyelni. Nézzük meg, hogy mi van a motortérben ebben az autóban. Vagyunk. Nézzük egy kanyarodást, nagyon jó, kanyarodik. Ó, kamera, szia van. Szia kamera, szia, oda, vele, úgy, azaz. Na tegyük fel, hogy most le akarunk parkolni az egyik parkolóban, és hát a Smart-tal, öcsém, nagyon jó kanyarodik, tényleg. Iszonyat. Nézzük, valami szűk hely nincsen, mert mindenki nagy helyet hagyott, úgyhogy most nem kell itt nagyon trükközni. Elektromos parkoló, oda néz, nagyon jó. Feltöltjük gyorsan. És iszonyatot fordul az autó, figyeld. Hát elindultam a másikba, és ugyanígy beteszem patka. Patkának, dír. Jó, dír. Tolatókamera, tolatókameránk is van, nagyon jó. És iszonyat jól fordul. Olyan rövid a tengelytáv, hogy brutális. Nagyon komoly. Kamera tökéletesen működik, oda néz, és már rá is értünk a patkára, oda néz. Tehát a kamera is tök pontos egyébként. Live-ba megy. De van ilyen balfaszoknak az amatőr... Hát nekünk. Az amatőröknek van, igen, amatőr Gyula. Ez Gyula, amatőr, most kezdte az elektromos autózást a főtáv támogatásával. Az dír neki, tolas nekünk, azaz. Nullázd le az autót. Az ami ocsmány... Sangyong-sing. Na, motorház, tehát az előbb itt kereskedtem, hogy egy hülye a nyitókart, mert hát miért is nem, miért ott lenne. Ez valahogy úgy működik, hogy kihúzol egy ilyen műanyag lófaszt, ami majdnem letörik mindjárt, ezt is kihúzod. Tudjátok, melyik autó volt hasonló? Az Audi A2. Annak volt ilyen motorház teteje. És fogod, elhúzod előre, és leveszed. Aha, oda néz. Azt a mindenit. És ennyi. Tyáhekek. Kész. Kész van, le van szedve az eleje. Komoly. Olyan könnyű a motorháztető, hogy szinte nincs súlya. Tehát nulla. Az Emeharihoz képest sokkal könnyebb. Ugye, ha megnézzük, itt máshogy is oldották meg egyébként, mert itt egy sima, ugye az Emeharinak is van egy külső palástrésze, és belül a Mercedes úgy oldotta meg, hogy nagyon sok törést tett bele, és ezáltal merevebbé tudta tenni, kevesebb súly, vagy a kevesebb műanyag használata mellett. Úgyhogy azért a Mercedes, bazzeg, az Mercedes. Gyönyörű szép fagyállónk, oda nézzetek, milyen szép. Ilyen rikító színe van, ugye ez azért is van, hogy szépen láthatóvá váljon, hogyha elkezd szivárogni. Ez egy ötletes megoldás egyébként. Itt van a kis akkumulátorunk, a kis áramkörnek az akkumulátora. Ami amúgy nem olyan kicsi, mert... Nem kicsi, mert... Ne, 60-as. 60 amper órás, kérem szépen. És mi a koz indítója mennyi? De nincs is rajta, de 510 amperes indító. Ez egy speciális aksi. Speciál, igen, meg keskenyebb is egy kicsit, meg magasabb, ugye? Valami olyasmi lehet, aha. Igen, meg úgy van, csak hogy beleszólhatok, hogy külső 12 voltos töltővel nem tudod föltölteni, csak az autó tudja visszatölteni a saját háromából. Aha, tehát igen, az inverteren keresztül tölt, aha. 12 voltos töltő nem tölti föl 9 voltnál tovább. Igen. Ja, magát az aksit? Igen.
Tehát ide rácsitteted és... Az... És nem tölt, de ha kiveszed és akkor töltök, akkor se tölt fel jobban. Tehát be kell indítani az autót, be kell vele bikázni, és ő saját maga visszatölti. Úgyhogy a nagy charger porton így keresztül. Van. Ez egy érdekesség, ugyanis én ebben már megszívtam. Töltögetted innen azt? Megszívtam is egy több akkor szopás eredményeként. Igen, mert valószínűleg részleges áramkörök, amik a kocsiban vannak, ugye arról a nagy aksiról táplálják magukat, és ez meg ugye magát a primer áramköröt basztatja. És amíg nincs összetállítva, ugye össze kell tálítani, addig nem is tölti. Tehát ezért nem tud külső töltővel se tölteni. Ember. Éljenek az új elektromos autók, fiúk, lányok. Úgyhogy mindig legyen feltöltve. Az akkumulátort mindig cseréljétek időbe, 5 évente. Ebben még gyári Noé bárkája van, Renault típusú. És amúgy egyébként, ha megnézitek, gyönyörű szépen le van fényezve minden belül is. Tehát nem az van, mint az új Volkswageneknél nagy részt, hogy a belső elemeket nem fényezik le. És látjátok, milyen gyönyörűen szépen le van fényezve minden? Tehát nem az van, hogy ugye ott már ilyen lakszegény, épp színszegény környezet van, hanem végig szépen. Ahogy a Golf is, amit a videót csináltam róla, a kékről, azon is szépen le volt fényezve, mondjuk az ma utángyári. De így kell kinézzen, szerintem. Nagyon letisztult, egyszerű az egész, fék olajtartály itt van előttünk, fék szervónak ott van a rásegítése. Bárkán még... folyadékot mondjál, megölnek, hanem folyadékot. Ja, fék olaj. Tehát a fék folyadék, ami olaj, mert olajos, megolajozza a kezedet. Nem is tudom miért, na mindegy, egyétek meg a kekszet. Na, szóval a Győrit. A Győrit bátya, mert csak az jut, nem a rendes keksz. Mert akik belekötnek, azoknak nem jut. Itt van a kis hűtő, vagy a szélvédőmosó tartályunk is. Minden gyönyörű, odézzetek, mint a Noé bárkája lenne. Most tették le a kompról. A kompró bátya. Afrika. Afrikában nincs is ilyen szerintem egyébként. Ilyen smartokat nem nagyon. Most nagyon egyszerű visszahelyezés. Jó, mert műanyag az egész, és nem tudod eltörni. Meg nem tudod megkarcolni, mert ugye a műanyag nem karcolja a műanyagot. Csak hogyha nagyon erősen érintett hozzá, azaz. Visszanyomod, vissza az egyik fül. Nagyon ötletes megoldás, csak ezt télen ne használjátok, mert le fog törni. Tehát ezt mindig ilyen szobahőmérsékleten kell basztatni. Ez fontos. A hideg nem tesz jót se az akkumulátornak, se a műanyagoknak. Na nézzünk ezt is egy ilyen próbakör során, erre hátrafelé. Nyomunk egy nullást. Akkor nézzük meg, hogy hogyan produkálja magát a gépjármű. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igen. 4-5 másodperc. Ez is egy másodperce beljebb van, mint a Emhari. Ez is egész jó. Lassan azért el lehet vele menni a rossz úton is egyébként. Oh, nagyon jó. Kicsit pattogósabb, de nem, ez se élvezhetetlen egyébként. Pedig azért belemegyünk a legnagyobb kátyukba is. Ilyen útot kéne csinálnom otthon, hallott, hogy tört téglából, meg cserépből. Milyen jó, az, neked ez nem járott ki. Aztán. Vagy csak nagyon nehezen. Jó, nagyon. Kilyen kis szögben meg tud fordulni. Hú, tudod, itt fogunk csinálni? Megállunk egy parkolóba, odállok az ajtóhoz, evvel, és akkor így körbe mész. Jó. Ez is jó amúgy, vagy új. Van USB portunk is egyébként, azt nem is láttam. Double, meg van aux in is, tehát jack dugon keresztül, tehát gondoltak itt, mert ugye új autókban azért az elég jellemző, azt úgy észreveszem, hogy raknak most már bele kábel nélküli töltőt, raknak bele USB portot, meg Bluetooth, meg ilyeneket, és ugye eltűnnek már a jack dugók. Tehát a telefonokról is már eltűnnek a jack dugók, és szerintem ez egy nagy hátrány, mert azért gondoljunk már rég múlt időkre is, és Renault gondolt, vagy hát a Mercedes, bocsánat, a Renault Mercedes gondolt rá, ott még van aux port. És simán le tudsz játszani akár egy régi Walkmanről is zenét akár, tehát ez hasznos. A jack dugót sose vezetném ki egyébként, tök fölösleges.
Már az iPhone-on is nincsen. Hát igen, elég szomorú, én hiányolom is. Jobbra-balra? Hát lehetünk jobbra is amúgy. Jobbra. Megyünk itt tőle. Neki megyünk itt a Suzuki-nak. Törjük össze, azaz. Egy kis haladós kis gépjármű. Fék is jó rajta. Ó, nagyon jó fék is van rajta. Igazi, igazi városi cruise machine. De tényleg tetszik. Ez is tetszik. Mondjuk a végén bazzak, elhagyom a TD-t, vagy mi lesz velem? Az a baj, nincs ennyi pénzem. Öt guriga. Tesó, most kell a házra, családra, gyerekekre. De egy ötösben azért nem menne rossz. Mi volt? 5-6 vagy 5-9 valami? 5-9 jobbra. 5-9 azt hiszem, ja. Valami olyasmi, igen. 5-9 környéke, de biztos lehet alkudni, figyelj most, nem? Biztos. Ja, jó üzleti lehetőségeket szerintem senki nem hagyja maga mögött. 10.000 kilométer. 10.000 kilométer ember, hagyjad már. Vagy miért nincs nekem ennyi pénzem? Hát 5 millió forint az nem is sok pénz egyébként. Tehát nem kéne, hogy sok legyen. Nem? De csak mi keresünk keveset? Mi keresünk keveset. Bátya. Baszom. Menjünk, prostituált leszek, az lesz a legjobb. A panelok árnyékában haladunk. Ugye ez ide való, ebbe a környezetet, ezt a környezetet szereti egyébként. Még egy fontos dolog, amit nem vettem észre, gyönyörű fekete teteje van, ugye? Ezt észrevettétek. Én is észrevettem, hogy fekete teteje van, és ezért nem is gondoltam azt, hogy ez panorámatetős, bátyák. Ráadásul van benne roló is, amit mindjárt megmutatok nektek, hogy hogy működik. El lehet húzni, figyeld! Tehát, hogyha süt a nap, akkor ne pusztulj el, van itt egy ilyen szövet háló, ami csökkenti a napsugarainak terhelését a fejbőrön. Ez is már eleve sötétített plexi, ugye? De gondolom az erős nyári napsütésben nem nyújt elég védelmet, tehát ezért van egy roló is hozzá. Ami ötletes, tehát tetszik. Itt úgy nézem, hogy itt van egy olyan opciónk, hogyha esetleg lezárna az autó, és nem tudnál vele semmit kezdeni, akkor ezt, ha lepiszkálod ezt a kis műanyagot, mert ez levehető, akkor valószínűleg kulccsal ki tudod nyitni, de aztán lehet, hogy nem így van. Ki nem hiszi, járjon utána. Hátul sima merevhidunk van, úgy nézem. Igen, nem, de, várjál. Igen. A hátsó futómű az a hagyományos smart futómű, ez volt már a legelső smartban is, ami kétszemélyes volt, annál is ugye egy egybe merev hidas futómű van. Középen itt helyezkedik el benne a motor, most alánéztem, ott van az elektromos motor, innen lehet is látni egy icipicit egyébként, be lehet skubizni. Van rajta egy váltó is, igen. Tehát tudom, hogy van rajta bolygómű, differenciálmű, és valószínűleg még talán sebességi fokozat is, ezt majd ki fogjuk deríteni, mert van, amelyik elektromos autóban is van egyes vagy kettes fokozat. Azt hiszem, a Teslában is van már sebességi fokozat, de persze természetesen nem fogjátok érezni, mert olyan finoman vált, de aztán lehet, hogy rosszul tudom. Majd ezekben egy kicsit jobban belásom magam. Egy biztos, hogy ennek hátul van, és szerintem, hogyha nagyon akarnánk, akkor ki tudnánk venni azt a motort onnan, és be lehetne tenni a helyére egy sima benzines erőforrás, vagy dízelt egyébként, mert nem hiszem, hogy nagyban eltér maga a karosszériának a felépítése. Akkumulátor ugyanúgy a padlólemez alatt van, lehet látni is egyébként, hogy magasabb a padlólemez, minimálisan, tehát így ilyen testesebb az egész, mert az akkumulátor ott van benne alul valószínűleg. Van ülésfűtésünk, minden komfort, kényelemi szolgáltatást megtalálható ebben az autóban, ami kell. Rövid távon, hosszú távon egyaránt, van benne Isofix a gyerekülésnek, van ugye az ülésfűtés, van szivargyújtóból kettő, mondjuk egy dolgot kihagytak belőle, az pedig a wireless charging, amit már azért 21-ben szerintem érdemes lett volna belehelyezni. De aztán várjátok, megnézem, hát ha. And it's only a pocket. Igen. Egy pocket van odalent, egy kis zseb, semmi más, pohártartó, mondjuk, na, az egy nagyon hasznos dolog, a pohártartó, azt szeretjük, ugye, beletenni jó kis szódát, ugye, bátya? Azaz. Nagy szódákat, pici ablaktörlő is jár hozzá, mondjuk ennek nem sok értelmét látom, de tudjátok, az amatőröknek kell majd az ablaktörlő.
kilabátyám elhozott ide a... ide a királyok városába, vagy hát a császárok városába. Hú, tegyünk olyan császárlevest. Bátya, úgyhogy... egész komoly helyekre hozzad ide, testvér. Itt az orosz panel rengetegek világa. Ó, igen, ezt szeretem amúgy, nekem hiányzik. Én laktam panelba is egyébként. Igen? Egy pár évig. Élveztem, bátya, jó volt, esküszöm. Van egy feelingje, azért tényleg ott fenn ülsz, kis hátra tudsz dőlni, nincs kert, nincs tennivaló, semmit nem kell csinálnod, csak nézed a Viva TV-t, meg az MTV-t. A Viva TV-t? Ó, de jó volt régen, Viva TV-ket verettük. Balázsék ott, izé, ott szopták fel magukat. Lopott HBO volt itt jobbra, majd itt. Na ott van is egy Smart, úgyhogy látni fogjátok a Smart, itt jobbra. Ott a Smart, látjátok milyen lecsapott eleje van? Sokkal áramvonalasabb, mint az új, szerintem. A hátulja közel azonos, de előttünk van egy szar füstölő moslék Renault, amiből árad ki a dökkutcag, úgyhogy le kell speedelni. Le kell speedelni a Cox felhőt, bátya. Fú, az okádja az 1.9 DCI, a rákot kifelé magából. Ömlik belőle, bátya! Márkatárs, itt van mögöttünk az igazi komoly 1.5 vagy 1.9 rák temető. De tényleg, bazd meg. Veszélyes. Kira bátyám, elfogyott a kezed. Vedd le. Ez már nagyon brutális. Broken. Hand is broken. Úristen. Hol vagyunk? Azt sem tudom, hol vagyunk, ember. Ez a Szent Mihály út kilesetben. Ki akarjátok rabolni a szerveimet? Mi a Szent ki? Ó, itt ide kell nyitni garást. Kilabátja, festőművei, meg izé, dögvész, szervice. Na, hogy nem, élvezhető, nem? Jó, aha. Szeretem, very nice. Very nice, bro, very nice. Ez a faberakás imitáció is egész jó egyébként. Ízlésesebb szerintem, mint a Teslában. Hát, annál ezerszer. Tehát az a Tesla, nem tudom, olyan... Úgy jó volt, amikor bejött, olyan újnak tűnt meg, de aztán, amikor megveszed, rájössz, hogy végül is... Ez a műszerfas, hogy műanyag, hanem ilyen szöveg. Azért egy Mercedes meg Renault jobban tud gyártani, na. Tehát, azok már láttak autót. Igen, azok láttak már autót, tudják, hogy kell mondjuk bevonni egy betétet körbe, úgy, hogy ne foszloljon szét két hónap után. Itt azért van automaking experience, vagy hát autoproducing experience, ahogy Elon Musk mondaná. Úgyhogy, ja. Én még mindig azt mondom, bátyák, a Mercedes. Csak a Mercedes meg a Volkswagen Gruppensex-es autók nagy része, amiben komoly VR60. Egyébként igen. Hú, vagy az a V-motor. Nem tudom, én mindig V-motoros leszek, meg nagy köpcenti. Ezek is nagyon jók egyébként, élvezhető autók, nem azt mondom, hogy nem. De hát ezt fel kell nőni, Kira. Ez fel kell nőni ez a kategóriához, szerintem ide azért meg kell nyitni a folyószámlát, bátya. Én egyelőre vagyok a bontott cuccokkal. Ez már még nem bont senki. Ez még nem bontják, de úgy gondolkodtam már, pont amikor megláttam a legújabb BMW 7-es szériát, ilyen profi videót csináltak róla, és így elgondolkodtam, hogy na, amikor már 60 évesek leszünk, bátya, a szarért úgy ér fogják, utána fogják dobálni, hogy vidd már a gecibe, mert nem tudok vele mit csinálni. Minden műanyag benne, és horror. És fogják is bedobják majd a darálóba, majd látjuk a videókat, hogy a 7-es BMW ilyen nagy Lorenzo, meg nem is az a Mercedes. Mindegy, a Alpin kerekek így megy a darálóba, így összedarálva. Ó, bátya. Kátyút, azt kikerüljük, amúgy annyira jó a kormányszög, hogy bátya, itt kifejeljük a szélvédőt. Nagyon durva. Most kapaszkodj, tesó, most csúsztatunk egy kicsit, megnézzük, csúszik-e, várja. Jó. Most nagyon jó cökik, hallod? Na, jobbra meg. Mint egy ilyen kis szöcské, mint egy kis szöcskében ülnél. Jobbra. Nagyon jó. Na, igen. Menjünk be hátra, és ott megtudjuk ezt a fordulatot. Csinálni, mert nagyon, nagyon jó egyébként, tehát... Nem mozdul, körbe megyek körülötted, várjál.
Hát egy méter, egy másfél méteres köre van. Nem rossz, nem? Másfél méter. Figyelj, most lassan megyek. Ott vagyok a lábad mellett. Körülbelül ugyanakkor a távot. Hát majdnem, ja. Kicsit állj beljébb. Úgy, azaz. Azaz. Most lesz majdnem jó. Aha. Jó, mondom, én másfél méter. Másfél méterben megfordulgatsz. Azt hittem az autó sámán volt. Bácsi, te megmennéd ezt a Porsche-t? Hát bátya, megmondom az őszintét. Nem vagyok az elektromos autó kíve, de... Jó, bazzik, akkor megveszem a picsába, azt menjünk. Meg lehetne venni szerintem, figyelj. Menjünk a buliba. Nyáron. Ez is ilyen buliba járós autó szerintem, úgyhogy ezt is vegyük meg. A fejéret már elhoztad, úgyhogy most ezt elhozom én. Ja. Mit szólsz hozzá? Jó lesz? Itt hagysz embert!